Novarakóp Kft. Tavaszi szántóföldi gépbemutatóval indította a gazdálkodási évet. A rendezvényen a családi vállalkozás kereskedelmi partnerei és a környékbeli gazdálkodók vettek részt. Tehát cégünk a Novarakóp Kft. 2007-ben alakult, azóta mint családi vállalkozásként jött létre, én is a feleségem alapítottuk, ketten vezetjük a céget. Azóta a gyerekek is csatlakoztak hozzánk. Igazi családi vállalkozás vagyunk. Mi első körben a kis és középvállalkozókat céloztuk meg, gazdálkodókat, de természetesen a nagyobb gazdáknak is tudunk alternatívát nyújtani. A mai rendezvényünkre elsősorban közép és nagyobb gazdálkodókat vártunk. Miután a sávos talajmegmunkáló gépünket fogjuk bemutatni, ami inkább a precíziós gazdálkodást célozza meg, és hát ezt általában a nagyobb gazdálkodók tudják megengedni. Palettánk az nagyon széles, ugye a legkisebbektől, a 3 hektáros gazdáktól egészen ugye az 500 hektárosokig, 1000 hektárosokig is találnak itt maguknak gépet. A bemutató középpontjában a Strip Hawk szántóföldi kultivátor állt. Olaszországban ők voltak az elsők, akik ezzel a gépnek a gyártásával elkezdtek foglalkozni, és most ezt elhozták hozzánk is. Kíváncsiak a magyar gazdáknak a véleményére, hogyan fognak rá reagálni. Remélik, hogy ők is be fogják látni ennek a gépnek a hasznosságát, előnyeit, illetve a forgatás nélküli alapművelésnek egyáltalán az előnyeit. A Strip Hawk nem csupán egy eszköz, hanem egyedülálló technológia is egyben. Alapvetően ugye üzemanyag megtakarítást érhetünk el, illetve magát a talajszerkezetet tudjuk egy kicsit kímélni. Tehát egészségesebb talaj, kisebb költséggel. Talán ez lehetne a legfőbb mottója ennek a gépnek. Ősszel került hozzánk a Ginder Front művelőgép, melyel tapasztalataink alapján rendkívül jó magágy előkészítő gépet kaptunk, hála Istennek. Egy menetben, illetve több menetben is lehet vele végezni munkát, magány előkészítésre használtuk ugye elsősorban. Hát tapasztalataink alapján mind időt, mind pedig a talaj taposást is rendkívüli módon le tudjuk csökkenteni azzal, hogy ugye nem kell kimenni a táblára több alkalommal, hanem akár egy, de maximum két menetben el tudjuk készíteni a magágyat. Továbbá a üzemanyag fogyasztás terén rendkívül sokat tudunk ezzel megtakarítani.